A kormányzati tájékoztatási központ kiáll amellett, hogy a műtét előtt álló emberek, akik saját döntésükből nem vették fel az oltást, fizessenek az előfeltételként számító PCR-tesztért. A központ állásfoglalása szerint térítésmentes a PCR-teszt annak, aki önhibáján kívül nem vehette fel az oltást. A kormány álláspontja szerint, mivel minden magyar állampolgár ingyenesen veheti fel a koronavírus elleni védőoltást, ezért semmi sem indokolja, hogy az adófizető magyar emberek állják azoknak a betegeknek a költségeit, akiknél a teszt elvégzésére kizárólag azért van szükség, mert szabad akaratukból nem éltek az oltás lehetőségével. Megkérdeztük a pécsieket, ők mit választanának, ingyenes oltás vagy fizetős teszt. A magam részéről én azt hiszem, én két oltást kaptam, tehát ezzel rendben vagyok. A feleségemet beoltatjuk, mert ő neki több gondja van. Mindenféle vizsgálat nélkül én valószínűleg csinálhatok egy tesztet önköltségesen, és akkor utána eldöntöm, hogy hogyan tovább. A oltást választom. Én kétszer be vagyok oltva, és most szeretném majd harmadszor beoltatni magam. És az oltást választom. Azért megoszlanak az oltottaknál is, mert ugye valakinél az oltott se védett, hát őt is tesztelni kell. De szerintem oltassák magukat. Sürgősen, minél előbb oltassa be magát. Nekünk az a véleményünk. Szerintem mindegyikünknek. A fizetős teszt nem old meg semmit. Utána is oltani kell. Ezen a héten egyébként kormányrendeletben szabályozzák ezt a kérdést. Ez megoldást jelent az ombudsmani beadvány panaszosának esetére, miszerint önköltséges alapon kellett volna elvégeztetnie saját maga és gyermeke számára is egy-egy PCR-tesztet. Ugyanis a szabályozás tartalmazni fogja, hogy a teszt térítésmentesen megilleti azokat is, akik műtétre szoruló kisgyermeküket kísérik a kórházba, és nem éltek az oltás lehetőségével.